A mai napon Diana Hunt írónőtől hoztam az Őrületbe kergetsz című könyvet. Azért választottam ezt a könyvet, mert engem nagyon érdekel a pszichológia, és ebben erről is van szó. Röviden a lényege a könyvnek, hogy Connor egy gyilkosságot követett el, és őt kapták el a tett helyszínén, viszont személyiségzavarral diagnosztizálták, így nem a börtönbe, hanem egy elmegyógyintézetbe kerül, ahol dr. Natalie veszi kezelésbe, és megpróbálja kideríteni, hogy tényleg személyiségzavara van-e, vagy csak kitaláció, és meg akarja úszni a börtönt. Kettőjük között szerelmi szál fog kialakulni, ami nagyban megnehezíti a munkát, és Natalie-t elkezdi követni egy ember így munka után, aki nagyon hasonlít erre a Connorra, akinek ugye az elmegyógyintézetben kéne lennie. És Natalie elkezd erről nyomozni, hogy hogyan tud kijárni Connor, és a nyomozásában talál egy helyszínt, ahol egy gyilkosság történt még régebben, és a gyilkosság helyszínén Connor volt, még gyerekként, illetve kettő testvére, akik túlélték ezt a gyilkosságot, csak a szüleiket vesztették el. És kiderült, hogy Connornak van még kettő testvére, akiről ő nem beszélt eddig, és hogy ők közösen tervelték ki ezt a gyilkosságot, és a testvére Leonard követte Natalie-t, hogy megtévessze, ugye? És a másik testvér pedig az elmegyógyintézetből segítette Connor munkáját. Nekem Natalie volt a kedvencem, mivel hogy ő így leírta magát, mert hogy jellemezte magát, hogy milyen nehéz időszakokon megy keresztül, és sugallta azt, hogy ez nem probléma, hogyha valaki nehéz időszakon megy keresztül, és a lényeg az, hogy kér segítséget, és ki tud belőle lábalni, és hogy a végén ő addig nyomozott, amíg meg nem találta az igazságot. Én annak ajánlanám, aki érdeklődik a pszichológia iránt, mert azért van benne egy-két durva részlet, és véres jelenetek is vannak benne, de igazából bárkinek ajánlanám. Szerintem mindenki megtalálja benne, ami tetszett neki.